Viassalki betyárok főzőcsapat kapta a Magyarország Gulyás Királya címet. Magyarország Gulyás Királya lett a gyulai viharsalki betyárok főzőcsapata. Ezeken a felvételeken vezetőjük Balog Lajos már Gyulán mutatja a díjakat. Produkciójukért egy kézzel festett kalocsai mintás porcelán készletet is kaptak. A Gulyás Királyi cím mellett a négy tagú gyulai csapat nyerte el a leghagyományőrzőbb külön díjat is. A 17. szolnoki Gulyás Fesztiválon mintegy 500 bográcsban készült az étel, de a versenyre a résztvevőknek csak a fele nevezett. A gyulai egység szürke marhából készítette el a nyertes ételt. A szürke marha mellé régi hagyományos zöldségféléket raktam a gulyáslevesbe. Ez úgy nézett ki, hogy citromsárga répát, ami itt felénk jellegzetes répafajta volt, de az utóbbi időben eltűnt, emellett paszternákot, zöldségzöldjét, és a marha, szürke marhának a velős csontját is raktam a levesbe, és ez lett aztán úgy kellemesen befűszerezve, és egy nagyon jó állagú leves alakult ki belőle. A viharsarki betyárok tervei között szerepel, hogy a jövőben is megméretik magukat a térség legrangosabb gasztronómiai eseményein, de nem zárták ki egy tengeren túli utazás lehetőségét sem.